Meglehetősen zaklatott 2019-2020-as idén tudhatott maga mögött a Máté Szalkai futballcsapat. A bajnokság kényszerű zárásakor a kiesés jelentő 14. helyen állt az MMTK a megyei első osztálytabelláján. A nyár sem volt gondoktól mentes, sokáig az is kérdéses volt, hogy melyik osztályba nevez a csapat, aztán az önkormányzat biztosította háttérre támaszkodva egy új vezetőség, egy új struktúrát épített fel, amely eddig működőképesnek bizonyult. A Máté Szalka 5 fordulót követően az élen áll a megyei első osztályban. Úgy indultunk, hogy talán még edzőmeccse sem tudunk kiállni, és ezt be is bizonyosodott, nem tudtunk kiállni. És most pedig ott tartunk, hogy jelenleg a dobogónál Máté Szalka, egy óriási munkát és gratuláció mindenkinek, aki ebben részt vett, legfőképpen a mögöttünk dolgozó srácoknak, edzőknek, mert maximumot kihozták, minden kérésünket, amit a város vezetése, az én személyem kért tőlük, maximálisan betartanak, és csak még ez csak a gratuláció szavával tudunk nekik ezt kifejezni. A célunk, nem ijedünk meg a magasságtól, de maradunk a földön, a biztos bemaradása a célunk mindenféleképpen. A Máté Szalka a nyitófordulóban 3-0-ra verte a Kemecsét, majd 3-1-re nyert Baktalú Rendházán Botos Sándor együttese. A Fehérgyarmat elleni 2-2-t egy 4-2-es balkányi győzelem és a Nagyhalász elleni 2-1-es siker követte. Ennek a sikernek a titka az az, hogy bajnokság előtt a vezetőséggel leültünk egy asztalhoz, és megbeszéltük, hogy milyen játékosokra van szükségünk. Ezt nagy munkával sikerült is beszerezzük őket, és többnyire ez a siker titka, meg azt, hogy a fiúk maximálisan teljesítenek a pályán. Mivel hogy elég későn szedtük össze a srácokat, legnagyobb hangsúlyt arra fektessük be, hogy minél összeszokottabb legyen a csapat. És rengeteget dolgozunk a védelmen, mert úgy érzem, hogy a csatásorunk az rendben van, azokkal már régen dolgozunk, de a védelem az majdnem tiszta új. A Máté Szalkai MTK a 6. fordulóban Újfehértón lép pályára. A forduló további párosítása a következő: Csenger Mándok, Nyírmegyes Ibrány, Nagyecsed Nyírgyulaj, Gyulaháza Kemecse, Tarpa Vásárosnamény, Nagyhalász Baktalórendháza és Balkány Fehérgyarmat.